Kedves keceli lakosok! Nehéz adventi időszak kezdődik számunkra. Az örömteli várakozás helyett most mindennél nagyobb szükségünk van a kitartásra, a türelemre, magunk, családunk és embertársaink felé. A járványügyi intézkedések, hírek, saját félelmeink miatt a kétségbeesés átszövi mindennapjainkat. Nagy szükség van most a vigasztalásra, a magunkba mélyedésre, a jó szóra, az imára. Most igazán nagy küzdelmeinkre keresünk megoldást, választ, és mindezt egyedül, hiszen jól megszokott közösségeinkben, barátaink között sem tartózkodhatunk. Hinnünk kell, hogy a járvány és a kétségbeesés sötétségében a remény, a hit és a szeretet ismét diadalra jut, és bár elszigeteltek vagyunk, ebben a harcban mindannyiunknak fontos szerepe van. Plébános atyával ezért határoztuk el ezt a közös gyertyagyújtást, erőt adva egymásnak és másoknak. Ezáltal méltó módon ünnepelhetünk, és ünnepelnünk is kell a járványügyi szabályokat betartva, és az advent, a karácsony egyedi módjait megtalálva, megélve. A templom mindenki előtt nyitva áll, távolságtartás mellett bátran keressük fel, ha úgy érezzük, erőnk elhagyott. Vasárnapi gyertyagyújtásainkkal ebben a hangulatban szeretnénk segítséget nyújtani minden keceli polgárnak, azért, hogy az ünnep ne vesszen el, a járvány és szolgája, a kétségbeesés ne tudjon diadalt aratni, és egy év múlva mindnyájan elmondhassuk, én még mindig itt vagyok, még mindig élek. Az első adventi vasárnapon Dzsida Jenő egy idézetével szeretném önöket köszönteni. Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó szépségében. Hiszek a mindenható mosolygásban. Minden jót kívánok önöknek, családjuknak, valamennyi keceli lakosnak. Szeretettel köszöntöm a kedves kecelieket, mindazokat, akik nézik és hallgatják ezeket a gondolatokat és bejelentkezéseket. Polgármester úr által imént elmondottakhoz szeretnék néhány további szempontot, gondolatot hozzáfűzni. Talán az első legyen az, hogy az Úr Jézus az ő egyházát azért alapítja, azért hozza létre, hogy az embereket szolgálja, az üdvösségük, a földi és örök boldogságuk elérésében. Így az Úr Jézus az ő egyházán keresztül a mi földi életünk nehéz helyzeteiben és küzdelmeiben is segítséget tud adni. Tud is segíteni, akar is segíteni. Az egyház évezredek óta segíti és támogatja az embereket, mindent megtesz azért, hogy mind ebben az életben, mind az örökké valóságban célhoz érjünk. És olyan életet éljünk itt a Földön is, amelynek Istennek tetsző. Az egyházunk ajándéka Krisztus akaratából az új egyházi év, az új advent, az a szent időszak, amellyel egy nagy közelgő ünnepre készülünk fel. Új időszakot kaptunk, új lehetőséget, új kezdetet kaptunk. Meg kell ragadnunk. Milyen nagy dolog az, és milyen ritka az ember életében, hogy valamit újra kezdhetünk, megint megpróbálhatjuk, vagy időt kapunk, türelmet kapunk és lehetőséget kapunk. Ezt mindig meg kell becsülnünk, és meg kell ragadnunk. Legfőképpen azért, mert tényleg az életnek ritka alkalmai közé tartozik, mikor igazán kezdhetünk, igazán újra kezdhetünk. Talán a járványnak a veszélye, a félelme és a fájdalma ösztönözhet bennünket abban, hogy ezt az új kezdetet még inkább megragadjuk, még inkább kezdjünk vele valamit. Tegyük magunkévá, és éljük bele magunkat abba, hogy egy új lehetőséget, új időszakot kaptunk. És mit tegyünk? Hogyan ragadjuk meg, és hogyan éljük bele magunkat? Bízom benne, hogy
ezek a gondolatok egyesülve a templomi liturgiának az imádságaival, énekeivel, szentbeszédekkel, közös ájtatosságainkkal, illetve mindazoktól a jószándékú emberektől származó megnyilatkozásokkal, amelyek előre visznek bennünket, tudnak segíteni nekünk az adventi készületben, tudnak nekünk ebben az új kezdetben támpontokat adni. Legelőször, mindenek előtt azt kérem és javaslom, hogy nézzünk magunkba, vegyük komolyan ezt a lehetőséget, és éljük bele magunkat. Második, amit javaslok, hogy kezdjünk el valamit tenni ezzel a lehetőséggel. Először nézzünk be őszintén egymással, önmagunkkal és az Istennel szembe. Ha szembe tudunk nézni önmagunkkal, Istennel és a másik emberrel, akkor van esélyünk arra, hogy tudunk változtatni, tudunk előrelépni, tudunk a kezünkbe adott lehetőséggel valamit kezdeni. Aztán, hogyha szembenéztünk önmagunkkal, másik emberrel való kapcsolatunkkal és az Istennel való kapcsolatunkkal, akkor tegyük fel a kérdést, hogy akarunk-e ebben az adventben, ennek a járványnak a viszontagságai közepette, akarunk-e az Istennek több helyet, több időt, több lehetőséget adni a saját életünkben, és így elindulni egy úton, felé vezető úton, amely már a földi életünkben is a szeretettel és a jósággal van kikövezve, és egy örök célt elérhetünk. Egy olyan örök célt, amely érdekében az Isten fia emberré lett, ahogyan karácsonykor ünnepeljük, amely karácsonyra készülünk adventben. Hogyha elindulunk ezen az úton, akkor is van segítség, van támogatás számunkra, hiszen Isten velünk van, benne mindig bízhatunk, mindig megadja azokat a kegyelmeket, amelyek szükségesek számunkra. Hogyha szembe tudtunk önmagunkkal, meg a másik emberrel nézni, akkor a segítő kéz is ott van mellettünk. Vagy mi lehetünk másoknak segítőkéz, vagy ha nekünk van nagyobb szükségünk, mi is elfogadhatjuk a másik ember segítő kezét. És talán az önmagunkkal való békének is lehet esélye, hogyha el tudjuk fogadni azt, hogy ebben a helyzetben ilyen körülmények között kell most élnünk az életünket, de ebben sem hagy el minket az Isten, ebben sem értelmetlen az életünk, és ebben sem hiúsulnak meg az életünk legalapvetőbb céljai, a boldogságra törekvésünk, a szeretetre és a jóságra való törekvésünk. Azt kívánom mindannyiunknak advent kezdetén, hogy merjük megragadni ezt az időszakot. Merjünk úgy ebben az adventben gondolkodni, cselekedni, önmagunkkal szembenézni, a kényszerűen elénk álló holt időszakokat, csendes órákat, magányos pillanatokat kihasználni arra, hogy törődjünk a lelkünkkel és az Istennel való kapcsolatunkkal. Azt kívánom, hogy szép, nemes, szent és áldott legyen az adventünk. Advent kezdetén ehhez szeretnék két szentírási idézettel, egy ószövetségivel és egy újszövetségivel is bátorítást adni mindannyiunknak. Az ószövetségi szentírásból, Judit könyvéből választottam egy sort, abból a könyvből, amely annak idején a választott nép nagy veszedelmét fogalmazta meg, írta le a nagy veszedelem történetét, és azt, hogy hogyan tud belőle az ember az egyéni hősiesség, az egyéni bátorság és az összefogás által megszabadulni. Judit könyvének 13. fejezetéből az 5. verset olvasom. Most van itt az idő, hogy megmentsd örökségedet. Örökségünk van, életünk van, Istentől akart életpályánk van. Ezért össze kell fognunk, meg kell mentenünk, tennünk kell érte, együtt, egymással, Istennel, személyesen is, közösségileg is, és Isten népeként is. A másik idézet az advent közkedvelt nagy felszólítása Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele, ugyancsak 13. fejezetéből, a 11. vers. Ehhez tartsátok magatokat, ismerjétek föl az időt,
Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból. Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. A mi üdvösségünk, Krisztus érkezik, sokkal közelebb van hozzánk az isteni jelenlét, mint gondolnánk. De bele kell kapaszkodnunk, ki kell nyújtani a kezünket. Akarnunk kell, kezdenünk kell, össze kell fognunk, élnünk kell, vállalnunk kell, bíznunk kell, szeretnünk kell, tennünk kell, jónak kell lennünk, és meg kell maradnunk a hűségben és a türelemben, meg kell maradnunk a viszontagságok elviselésében, és meg kell maradnunk józannak, erkölcsösnek, értelmesnek, bölcsnek, türelmesnek ebben az időben. Ehhez adom papi áldásomat, így várok mindenkit nagy szeretettel 2020 adventjén a keceli katolikus templomok ünnepi liturgiáira, ahol Istent imádjuk, az érkező üdvözítő várására fölkészítjük magunkat, lelkünket, és ahol mindannyian együtt imádkozunk a megpróbáltatások mi hamarabbi elmúlásáért. Isten adjon mindannyiunknak szép és szent adventet!